A világban végbe menő változásokról, a magyar külpolitika stratégiai irányairól beszélt Orbán Viktor miniszterelnök az éves nagyköveti értekezleten. Az okosórák már 6500 alkalommal mentettek életet, mondta Nyitrai Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője a heti TV Pirkadat című műsorában. Az amerikai kormány egyértelművé tette, hogy addig nem lesz tűzszünet, amíg meg nem születik a megállapodás a Gázában fogvatartottak szabadon bocsátásáról. Bosznia-Hercegovinának egységes országként kell az Európai Unió tagjává válnia, hangsúlyozta Annalena Baerbock, német külügyminiszter Szarajevóban. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. A világban végbe menő változásokról, a magyar külpolitika stratégiai irányairól beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a külgazdasági és külügyminisztériumban a szokásos éves nagyköveti értekezleten kedden, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Megszűnt a nyugat hegemóniája, ezt ma már senki sem vitatja, adatokkal jól alátámasztható, mondta Orbán Viktor. Új világrend van kialakulóban, folyamatosan értékelni, elemezni kell a helyzetet. Láthatóan a világgazdaságot geopolitikai blokkokra akarják szétszakítani, és óriási nyomást helyeznek azokra az államokra, így Magyarországra is, amelyek a szuverenista álláspontot képviselik, folytatta a kormányfő. Egy blokkba betagozódva nagyon szűk a mozgástér, ezért Magyarországnak az Európai Uniós és a NATO tagság érdekében áll ugyan, a blokkosodás azonban nem. Emiatt erősíteni fogjuk szövetségünket a többi szuverenista országgal, jelezte. A magyar nagykövetek feladata az, hogy vitathatatlan gazdasági tényekkel bemutassák a világban, mitől sikeres Magyarország, nem pedig az, hogy magyarázkodjanak a politikai különbözőségünk miatt, hangoztatta Orbán Viktor. A beadási határidő meghosszabbítása lehetőséget teremt arra, hogy egyetemeink benyújtsák a pályázataikat az Erasmus Plus programra, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. Azzal kapcsolatban, hogy múlt pénteken az uniós oktatásügyi miniszterek informális találkozója után közölte, nyitottságot mutat Brüsszel az Erasmus Plus ügyében. Hankó Balázs hozzátette, a nyitottságot ahhoz képest kell értékelni, hogy eddig teljes elutasítást tapasztaltak az Erasmus Plus programban való részvétellel kapcsolatban. A diszkrimináció nehezen érthető, hiszen a felsőoktatás nemzeti hatáskör, ez pedig egy direkt uniós program, és a magyar kormány minden feltételt teljesített, ami Brüsszel részéről megjelent. Az Erasmus Plus program esetében azt kérték, hogy május végéig hosszabbítsák meg a pályázati határidőt, a modellváltott egyetemek esetében emlékeztetett. Kiemelve, kész szakmai válaszsal rendelkeznek minden kérdésre, ami az összeférhetetlenségre vagy a kuratóriumi tagsági időre vonatkozik. Az okosórák már 6500 alkalommal mentettek életet, mondta Nyitrai Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője, kiemelt társadalmi csoportokért felelős miniszterelnöki főtanácsadó a heti TV Pirkadat című műsorában. A politikus elsőként arról beszélt, hogy a kormány számára nagyon fontos, hogy Magyarországon minél kisebb mértékű legyen az élelmiszer pocsékolása. Mint megjegyezte, egy kutatás szerint az EU-ban minden egyes polgár évente több mint 100 kiló élelmiszer dob ki. Többek között ennek megelőzésére jöttek létre Magyarországon az élelmiszermentő központok. Nyitrai Zsolt fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a kormány szolgáltató államot működtet, ennek keretében hirdették meg az okosóra programot. Ezt az eszközt minden 65 év feletti polgár igényelheti egy ingyenes regisztrációval. A politikus mindenkit arra bíztatott, hogy igényelje ezt az eszközt, hiszen ez valóban komoly segítséget jelent, eddig már 6500 alkalommal mentett életet. Végezetül Nyitrai Zsolt a szolgáltató állam jegyében arról is beszélt, hogy számos más, társadalmilag kiemelt csoporttal kommunikál a kormány. Az ukrán-magyar határszakaszon 4047-en léptek be Magyarországra hétfőn, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4110-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kedden. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 12 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Külföldi híreink. Az amerikai kormány egyértelművé tette, hogy addig nem lesz tűzszünet, amíg meg nem születik a megállapodás a Gázában fogvatartottak szabadon bocsátásáról. Az amerikai kormány forrásai a Cannes közszolgálati műsorszolgáltatónak azt mondták,
Egy olyan fegyverszünet, amely nem egy megállapodási keret része a terror győzelme. A Nemzeti Egység vezetője Benny Gantz hadikabinet miniszter washingtoni látogatása során azt az üzenetet közvetítette az amerikai tisztviselőnek, hogy a kormánynak fokoznia kell a nyomást Egyiptomra és Katarra, hogy kompromisszumra kényszerítsék a Hamászt oly módon, amely lehetővé teszi a megállapodás előmozdítását. Gantz, aki találkozott Kamala Harris alelnökkel, Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadóval, Brett McGurk közel-keleti küldöttel és másokkal, megköszönte az Egyesült Államok támogatását és a túszok kiszabadítására tett erőfeszítéseket. Hangsúlyozta Harrisnek, hogy Izrael fő célja a túszok hazahozatala. Az Arab Sky News forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Hamaszban bírálják Gáza de facto uras színvár október 7-i mészárlás végrehajtására vonatkozó döntését, melyet anélkül hozott meg, hogy tanácskozott volna a terrorszervezet többi magasrangú tagjával. A csatorna szerint a döntés színvár a testvérével, Mohamed színvárral, a Hamasz katonai szárnyának vezetőjével, Mohamed Dejfel és helyettesével, Marwan Issával közösen hozta a Hamasz külföldi vezetésének bevonása nélkül. A Hezbollah terrorszervezet azt állította, hogy célba vett egy izraeli katonai bázist a libanoni határon. Az izraeli hadsereg szerint egy rakétát lőttek ki Libanonból, amely aktiválta a szirénákat számos közösségben. Judea és Szamáriában a határrendészet, a Shabak belbiztonsági szolgálat és az izraeli védelmi erők éjszakai razziái során elfogtak egy prominens terroristát a szamáriai Balata menekültáborban. A gázai övezet egész területén a légierő több mint 50 Hamas célpontra mért csapást az elmúlt nap folyamán. A célpontok között voltak rakétakilövő pozíciók, fegyverraktárak, alagútbejáratok és egyéb infrastruktúra, közölték az izraeli védelmi erők. A 98. hadosztály csapatai folytatják Hamattan lakópark bekerítését a dél-gázai Khan Yunesban, és terror infrastruktúrákat rohamoznak meg a térségben. A kommandós Dandár negyedben végzett Hamas terror infrastruktúrák elleni razziái során nagy mennyiségű fegyvereket talált és foglalt le a 7. páncélos Dandár. Ők közben elősegítették a civilek evakuálását a térségből, melynek során a katonák több tucat Hamas és palesztin iszlám dzsihád terroristát fogtak el, akik próbáltak a civilek közé keveredve elmenekülni a harci zónából. Gáza középső részén a Nahal Dandár mintegy 20 fegyveres tölt meg az elmúlt nap során, többek között mesterlövészek tüzével, harckocsi lövedékekkel és légitámadásokkal. Az észak-gázai Beit Hanunban a gázai hadosztály azonosított egy Hamas sejtet, amely drónt reptetett, miközben csapatok voltak bevetésen a térségben. Egy vadászrepülőgép csapást mért a terrorsejtre. Bosznia-Hercegovinának egységes országként kell az Európai Unió tagjává válnia, hangsúlyozta Annalena Baerbock, német külügyminiszter kedden Szarajevóban. Hozzátette, hogy a határok erőszakos megváltoztatása nem jó az embereknek, ez mindig csak szenvedést okozott nekik Európában és a világon egyaránt. A német külügyminiszter ezzel arra reagált, hogy a boszniai szerb köztársaság vezetése, különösen Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta részének elnöke, a múltban többször is arról beszélt, hogy ország részének függetlenné kell válnia. Annalena Baerbock kedden kiemelte, nem véletlen, hogy éppen most látogatott Bosznia-Hercegovinába, hiszen az ország döntő válaszúthoz érkezett. Vannak olyan pillanatok a történelemben, amikor ki kell használni a lehetőséget, húzta alá, arra utalva, hogy az Európai Tanács tavaly úgy döntött, az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdődhetnek, amint Szarajevó teljesíti a kívánt feltételeket. Az nem diplomáciai teljesítmény, ha az ember csak azokkal beszél, akikkel mindenben egyetért. Az igazi teljesítmény a kapcsolattartás azokkal, akikkel bizonyos kérdésekben eltérő álláspontot képviselünk, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezetőt a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet főtitkárával közösen tartott sajtóértekezletén megkérdezték a lengyel kormányfő által vele szemben megfogalmazott bíráratról is, melyben Donald Tusk azt kifogásolta, hogy a diplomáciai fórumon együtt vacsorázott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. Erre reagálva Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar és a lengyel nemzet között nem pusztán barátság, hanem testvériség van, amely véleménye szerint kibírja az ilyen politikai epizódokat, mint amiket Lengyelország miniszterelnöke az elmúlt néhány hétben produkált. Egyszerűen tiszteletben kell tartani, hogy mást gondolunk a béke lehetőségéről Ukrajnában. Mi egy békepárti kormány vagyunk, Lengyelország kormánya pedig inkább háborúpárti álláspontot képvisel, mondta.
Híreinkről bővebben a braillepress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma napos, szeles időre számíthatunk, este mindenütt felhős lesz majd az ég, a hőmérséklet 12 és 16 fok körül alakul. Én köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!